Nincs már 100%-os csapat a teremfoci bajnokságban, hiszen az eddig hibátlan Kanál FC a szombati győzelme után vasárnap 3-1-re kikapott a nádudvari Jokertől, és ezzel át is adta a listavezető helyét. No, nem a Jokernek, hanem a mindkét napon győzni tudó Szomiteinek, amely jobb gólkülönbségével előzi meg a nádudvariakat. E két gárda egyaránt 4 győzelemmel és 1 döntetlennel áll a tabella élén, s már csak ők veretlenek a 15 csapatos mezőnyből. A hétvége nyertese egyébként a 2-2 győzelmet elkönyvelő Szomitej, a Joker és a Dream Team volt. Különösen a Szomiteinek ment, amely a Dóra Majort 8-2-re, a Puerto Ricót 14-4-re verte. Mindemellett vasárnap volt egy alsóházi rangadó is, amelyen a Bárándi Útvenger magabiztosan verte 8-4-re a MÁV alakulatát. Így immár csak ez utóbbi gárda áll pont nélkül a tabellán. Némi érdekességként szolgál továbbá, hogy 5 fordulót követően eddig 260 gólt lőttek a csapatok, s ugyanennyit is kaptak. Íme a tabella, s jól kivehető, hogy milyen szoros nem csak a felsőház, hanem az üldözők mezőnye is, hiszen 3-7 pontos és 3-6 pontos csapat található a középmezőnyben. A bajnokság következő 2 játéknapja december 23-án szombaton, illetve a 2 ünnep között december 30-án lesz.